Alig telik el olyan nap, amikor ne kellene azzal szembesülnünk, hogy a magyar politikai elit valami virtuális valóságban él, amelynek semmi, de semmi köze nincs még érintkezési pontja se a magyar társadalom valóságával. A tervet Soros György készítette, megengedik, akkor pontonként végigmennék a Soros terven. A Soros terv második számú pontja. Ez a terve, ez az a terve, hogy itt az én tervem. Az ő terve az, hogy a mi tervünk, a tervei között fő célom, Orbán Viktor tervének célja, ennek a tervnek a rétezését. Miközben a kormánypártok két pofára sorosoznak és vadabbnál vadabb összeesküvés elméletekkel szennyezik a magyar közbeszédet, mert hát ugye... Magyarországon, vagy általában itt Közép-Európában a túlélésnek a záloga az, hogyha az ember hisz az összeesküvés elméletekben egy kicsit. Szóval mindeközben úgy tűnik, az ellenzék is beszorult valami párhuzamos univerzumba, és jó szokás szerint kiszivárogtatott választási listákkal próbálják meg egymást szivatni, aztán pedig beleállnak a jó kiadós tagadási játékba. A dologban az a legtragikusabb, hogy egyébként, mintha ők maguk is tudnák, hogy mennyire fölöslegesen és értelmetlen az a trip, ami megint pörögnek, de leszállni róla valahogy nem igazán tudnak. Az, hogy megállítsuk ezt a nyomorult fasizálódást ebben az országban, hogy megállítsuk, hogy még egy generációnyi gyereket kirakjanak általános iskolai végzettség nélkül, hogy megállítsuk, hogy nincs lakhatás, nincs normális bérlakás program ebben az országban, hogy megállítsuk, hogy focira előbb jut pénz, mint mamográfiai gépekre ebben az országban. Ez a lényeg, nem a sajtcetlik, meg a papírcetlik, meg a listák. Na ja, a sajtcetliken és soros terveken túli valóság, ami hétköznapi valóságunk, ugyanis egészen másképp néz ki. A fővárosban több hónapot kell várni egy merrák szűrésre. A közszféra dolgozói pedig januártól sztrájkolni fognak a drasztikus bérhelyzetük miatt. 200 ezer közszolgának 10 éve nem emelkedtek a fizetései, és olyan mértéket öltött a szakemberek elvándorlása, hogy a szakszervezet szerint már a jövő évi választások technikai lebonyolítása is veszélybe került. És akkor még nem is beszéltünk a lakhatási válságról, amelynek szerteágazó hatásait, ha hiszitek, ha nem, mindannyian nyögjük. 900 ezer honfitársunk, tehát majdnem minden tizedik magyar ellen zajlik végrehajtási eljárás az Igazságügyminisztérium adatai szerint. Csak az ősz folyamán közel 1100 családot lakoltattak ki a hiteltartozásaik miatt. Azok száma, akiket nem kellett kilakoltatni, mert maguktól elhagyták a jelzálogosított otthonaikat, ennél jóval magasabb. Eközben nem csak azoknak van problémájuk, akik elveszítik a lakásaikat, hanem azoknak is, akik nem. A lakástulajdon röghöz köti a magyarokat, és az óriási lakásár különbségek miatt az ország hátrányosabb helyzetű régióiból nem lehet elvándorolni oda, ahol munkaerőhiány van. Csak hogy egy szélsőséges példát vegyünk, Somogy megyében a Balaton környéki településeken 700 ezer forintról indul egy újépítési ingatlan négyzetméterenkénti vételára, a parttól távolabb eső településeken 500 forintba kerül ugyanez, ugyanabban a megyében. Országszerte is hasonló szakadékok léteznek, az albérletárak pedig hűen követik ezeket a trendeket. Október 11-én a Város Mindenkié mozgalom 6 ellenzéki pártot vont kérdőre. Az MSZP-t, az LMP-t, az Együttet, a Párbeszédet, a Momentumot és a DK-t. Hát, ha kiszállnának a virtuális valóságból, és elfogadnának egy közös lakhatási minimumprogramot. Ez a lakhatási 6x6, amelynek pontjaira mind a 6 ellenzéki párt képviselője rábólintott. Az elvi megegyezés szép és jó, de ellenzékből könnyű ígérgetni, mondhatnátok, és igazatok lenne, de akkor mégis hogyan dönthetjük el, hogy melyik pártnak hihetünk és melyiknek nem? És melyek is azok az intézkedések, amelyekkel a lakhatási válság orvosolható lenne? Az e-heti adásban ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. Ez itt a Feles. Ez a Slejm, a Torkon ragadt politika hétközi adása, amelyben szerdánként oszlatjuk a ködöt alapvető közéleti kérdésekkel kapcsolatban, hogy tisztában lássunk a naponta ránk ömlő politikai, ideológiai katyvaszban. Én Paprika Kinga vagyok, és csapjunk is bele a lecsóba. A Város Mindenkié hosszú évek óta küzd lakhatási problémákkal sújtott emberek érdekeiért, bevonva és aktivizálva rengeteg hajléktalanságban vagy épp lakásszegénységben élő embert. Minden évben megszervezik a lakásmenetet, amelyen idén is több ezer ember vett részt, de ami talán még ennél is fontosabb, hogy próbálják megakadályozni, hogy az önkormányzatok embereket tegyenek az utcára. Felszólítanám önöket, hogy hagyják el a területet, és ne akadályozzák a végrehajtás lefolytatását. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, akkor kényszerítő eszközt, testi kényszert fogunk alkalmazni önökkel szemben.
Kevés olyan mozgalom van az országban, amely nem egy-két időszakos fellángolással nyilvánul meg, hanem hosszú távon az érintettek részvételével végez munkát, az azonnali segítségtől kezdve a döntéshozókkal való egyeztetésekig. Ennek a munkának lett egy fontos állomása az az október 11-i esemény, amelyen az AVM-nek sikerült leültetnie a baloldali és liberális térfél legfontosabb pártpolitikai szereplőit, hogy egységbe kovácsolja őket a lakhatási programja körül. Egy olyan program körül, amely szintén nem egy cigifüstös szobában készült mojrákta MAU plakátok vigyázó tekintetétől kísérve, hanem az érintettek és a terület szakértőinek bevonásával. Természetesen egyetértek. Hát teljesen természetesen egyetértünk. Az első javaslattal is egyetért a Momentum. Na de lássuk csak a programot, amivel mindenki ennyire egyetért. A város mindenki azt akarja elérni, hogy a lakhatáshoz való jogot alapvető emberi jogként ismerje el az alkotmány. Épüljön ki egy kiterjedt bérlakás szektor, létezzen újra lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatás, jöjjön létre megfizethető és biztonságos magánbérleti szektor, intézményesüljön a gyerekes családok lakhatáshoz való joga, illetve a hajléktalan embereket büntetés helyett célzott támogatásokkal lássa el az állam. Ez egy átfogó csomag, sokféle csoport problémáit figyelembe veszi, tehát ugyanúgy foglalkozik a hajléktalan emberek problémáival, mint a devizahitelek által sújtott családokéval, vagy épp a csillagászati albérletáraktól szenvedő emberekével. Tehát velem. Ami nagy szó egy olyan országban, ahol a kormány képviselői csak és kizárólag látványos marhaságokat képesek mondani vagy tenni az ügyben. Itt van mindjárt Kósa Lajos, jelenleg épp a megyei jogú városok fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, Debrecen egykori polgármestere, a Cévis város legpolgári politikusa, főállású Rolling Stones rajongó, akinek 2015. decemberében ráfért a pofájára elmagyarázni, hogy az életvitelszerű közterületen tartózkodás tiltása nem a hajléktalanok elleni intézkedés volt. Az az állítása nem felel meg a tényeknek, hogy önmagában azért, mert valaki hajléktalan, bárki is üldözni, mint hogy önmagában azért, mert valaki szegény, azért bárki bárkit üldözne vagy zaklatna, ez Magyarországon egész egyszerűen nem igaz. Az, hogy a közterületek rendjével kapcsolatban van egy szabályzás, és az mindenkire kiterjed, ha milliárdos, ha hajléktalan, az egyébként nem ennek a sajnálatos jelenségnek a kriminalizálása. Ahogy nyilván lői, azért írtátok bele a gránitszilárdságú alaptákolmányatokba. Kósa, Huti Tuxu Lajos, tehát a napközi szintet alulmúló logikájával próbálja bizonyítani, hogy ők bizony nem a hajléktalanságot kriminalizálták, hiszen ha egy milliárdos életvitelszerűen közterületen tartózkodik, akkor őt is megbüntetnék. Szóval, ha legközelebb Mészáros Lőrincet valamelyik Spár szellőzője mellett látjátok melegedni, semmiképp ne felejtsetek el szólni a rendőrségnek. Ja, hogy nem fogjátok látni? Hát éppen ez az. Ehhez képest az AVM lakhatási hatpontja komoly érvekre támaszkodik, és szüksége is van erre, hiszen miközben a dolgát nem végző államhatalom megúszhatja, hogy marhaságokat beszél, addig az állam feladatait sokszor ellátó civileknek mindig vasbeton szilárdságú érveket kell felsorakoztatniuk, és még így is politikai nyerészkedőkként, vagy éppen soros ügynökökként írja le őket a Fidesz. Vegyük tehát sorra a pontokat, hogy mire is jók ezek. A lakhatáshoz való jog alkotmányba foglalása például azt érné el, hogy az államnak kötelességévé váljon a rászorulók lakhatásának segítése. Ahelyett, hogy a felső középosztályt juttatná újabb támogatásokhoz, mint ahogy a csok, vagy a fűnyíró elven alapuló rezsicsökkentést teszi. Az állam végtére is arra való, hogy a társadalom közös ügyeit intézze, és az életben maradásunkat segítse. Azért tűrjük a nyakunkon ezt a képződményt, amely előírja, hogy hol és hogyan lehet lakni, hogy cserébe mindenhez biztosítsa a feltételeket. Nem angyali harsonaszó hozta nekünk ide a törvényhozást, hanem arra lett kitalálva, hogy ez a néhány millió ember értelmesen együtt tudjon élni. Amennyiben ezt nem szolgálja, úgy a legalapvetőbb célját véti el. A szociális bérlakások fejlesztése a lakásszektor kínálati oldalát bővítené. Ez automatikusan csökkenteni az albérletárakat és segíteni a nehezebb anyagi körülmények között élők lakhatáshoz jutását. Azokét tehát, akik nem tudják a keresetükből kifizetni a folyamatosan növekvő bérleti díjakat. És sajnos egyre több ilyen ember van. Úgy mennek fölfele az albérletárak, hogy lassan már tisztes középkeresetű emberek is kiszorulnak a saját városaikból, nemhogy a gyengébben kereső többség. A lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásokat annó még a Fidesz kukázta le, rengeteg más szociális juttatással együtt.
pedig rengeteg embert épp ezek a támogatások választottak el a kilakoltatástól, és tették lehetővé, hogy megfizessék a lakhatásuk költségeit, legyen szó rezsiről vagy törlesztő részletről. Ennek a visszaállítása tehát emberek százezreinek, akár millióinak adhatja meg azt a pluszt, ami épp szükséges ahhoz, hogy a felszínen maradjanak, vagy épp ne kelljen beázott, penészes, vezetékes víz vagy áram nélküli lakásokban lakniuk. Láthatjuk, hogy Budapesten megduplázódtak a piaci lakbérek, és a legnagyobb magyar városokban is olyan 30-50%-os emelkedés állt be. Az albérletárak síralmas helyzetében ma már mindenki, aki él és mozog ebben az országban, tisztában van. Az ellenzéki pártok itt arra tettek ígéreteket, hogy a saját világnézetükhöz közel álló megoldásokkal megpróbálják ezt lejjebb tornázni. Itt lehet szó lakbérplafontól kezdve kínálatnövelő befektetéseken át, egészen adókedvezményekig. A lényeg, hogy gátat szabjanak az elharapózó piaci áraknak. Emellett tisztázni kell, hogy milyen jogosultságok illetik meg a bérlőt és a bérbeadót, és olyan szabályozást kell alkotni, amely erősebben védi a jelenleg kiszolgáltatottabb helyzetben lévő bérlőt. Magyarországon ma is tilos gyerekeket elválasztani a családjaiktól pusztán anyagi okok miatt. De a szaporodó kilakoltatások esetében épp ez a tiltás nem érvényesül. Rengeteg gyerek kerül állami gondozásba csak azért, mert a családjukat kilakoltatták, így nincs hová menniük. Azaz hiába tiltja a törvény, mégis sokszor megtörténik. Ez értelmetlen kegyetlenség a balkba került családdal és a gondozásba vett gyerekekkel szemben is. Káros, költséges és a szegénységet újra termelő rossz megoldás. Az így állami gondozásba kerülő gyerekek aránya a rendszerváltás óta folyamatosan növekszik. Az elhelyezés nélküli kilakoltatás tilalma erre a problémára hozna minimálisan, de mégis kielégítő megoldást. Az utolsó pont pedig önmagáért beszél. A szociális problémákat nem lehet karhatalmi eszközökkel megoldani. A hajléktalanság nem fog megszűnni attól, hogy betiltják azt. Egy felelősségteljes államnak tehát a jelenlegi gyakorlathoz képest gyökeresen más utat kell járnia. Lakatosné Jutkával bementünk az Oroszlán barlangba, és Kósa Lajossal szembenéztünk, és az egész rendészeti bizottsággal, ugyanis ez a megdöbbentő dolog történt, hogy a házelnök úr ugye a rendészeti bizottsághoz, honvédelmi és rendészeti bizottsághoz utalta azt a törvényjavaslatunkat, ami arról szólt, hogy dekriminalizáljuk a hajléktalanságot, olyan mondani, hogy ne lehessen az utcán élő embereket megbüntetni pénzzel és vegzálni folyamatosan. Az iménti bejátszóból hamar kiderül, hogy az ígérgetésen túl az ellenzéki pártok másként is tudják bizonyítani, hogy érdemes-e hinnünk nekik. Az ellenzék mozgástere a nemzeti együttműködés rendszerében igen korlátozott, de ennek ellenére is kell, hogy legyenek olyan kritériumok, amelyekkel különbséget tehetünk az egyes pártok szavahihetősége között. Az LMP például jó ideje következetesen viszi a lakhatási kérdéseket. Alkotmánymódosítást nyújtottak be a lakhatáshoz való jog alaptörvénybe foglalása érdekében, és több alkalommal segítették az AVM aktivistáit, hogy szembesíthessék a hatalmat saját felelőtlenségével. Az LMP-vel a kiválás óta amúgy nem túl szívélyes viszonyt ápoló Párbeszéd kapcsán is felmerülnek hasonló érvek, hiszen Karácsony Gergely polgármestersége idején több olyan lépés is történt Zuglóban, amely a lakhatási hatpont irányába mutat. A zuglói önkormányzat például rendelőbe foglalta az elhelyezés nélküli kilakoltatások tilalmát az önkormányzati bérlakások esetében. Lakásfenntartási támogatást és adósságkezelési szolgáltatást működtet, és nem élt a hajléktalanság büntetésének lehetőségével sem. A Momentum választási programjában már a lakhatási 6x6 számunk kérése előtt is proaktívan foglalkozott a lakáspolitikával, ami dicséretes, Istennek tetsző dolog. Friss formáció lévén eddig nem kaptak még alkalmat, hogy bizonyítsanak, így az ő elköteleződésüket jóhiszeműen elfogadjuk, és reméljük, hogy bizonyságot is tudnak majd tenni róla. Viszont ami már sokkal nagyobb fejtörést okoz, az az MSZP és a DK helyzete, akik a kerekasztalon szintén pozitívan reagáltak az összes programpontra. 2009-ben ez a kérdés előkerült, és akkor az akkori parlamentben önök ezt nem fogadták el, meg előkerült ez a... Igen, szégyellem is magam miatta. Mások magyarán... miatt. Azok már nincsenek a politikában, akik egyébként kardoskodtak. A Magyar Szocialista Párt volt már kormányon, és most is jelen van az önkormányzatokban, és hát nem mondhatni, hogy a politizálásuk minden esetben az igazságos lakhatási politika szellemében zajlott volna. Sőt, 2009-ben például az MSZP összes képviselője megszavazta, hogy Magyarország ne ismerje el az Európai Szociális Karta lakhatáshoz való jogról szóló cikkeit. 2002 és 2010 közötti kormányzásuk idején pedig nemhogy növekedett volna, de 40 000-rel csökkent az önkormányzati bérlakások száma.
Az akkor kormányon lévő párt polgármesterei élen jártak az önkormányzati bérlők kiszórásában, a városok filtrálásában és gentrifikálásában. De ennél is fájóbb, hogy a párt jelenlegi elnöke, Molnár Gyula még 2009-ben újbudai polgármesterként úttörő módon vezette be a hajléktalanmentes övezeteket. A 13. kerületet vezető Tóth József pedig mind a mai napig él a közterületi hajléktalanság büntetésével, méghozzá a fővároson belül is kiemelkedően szigorúan. És a demokratikus koalíció politikusai is sárosak ezekben az ügyekben, hiszen például a lakhatáshoz való jog kérdésében a Gyurcsány Ferenc vezette kormány mondott nemet az Európai Szociális Karta vonatkozó cikkeire. A DK politikusai által vezetett önkormányzatok, hasonlóan az MSZP-sekhez, nem fogadtak el rendeletet az elhelyezés nélküli kilakoltatás tilalmára sem. A DK-t képviselő Niedermüller Péter azzal védekezett, hogy hát a DK egy új párt, ezért nem lehet rajta számon kérni a 2010 előtti kormányok tevékenységét, még akkor sem, ha történetesen Gyurcsány vezette azokat. Hát hadd fejezzem ki ehelyütt mély egyetnemértésemet ezzel a megközelítéssel. Tőlem aztán akár a kétfarkú kutyához is átigazolhatna bárki, a korábbi cselekedeteiért még ezzel sem nyer bocsánatot. Pedig a kétfarkú kutya az én szívemnek igen kedves, de azért talán nem lesznek annyira soha bolgák, hogy Gyurcsány Ferencet leigazolják. Vicces lenne, de inkább olyan fájdalmasan szomorúan vicces. Na mindegy, az MSZP képviseletében megjelent Kóros Lajos sokkal egyenesebben járt el. Minden erőmmel azon leszek, hogy a gondolkozásukat is megváltoztassam, hogyha még a gondolat szintjén is valami felmerül bennük. Önt kérdezem, hogy jelöljünk egy olyan időpontot, nem holnapot, meg nem a hétvégét, mert tudom, hogy az embereknek más dolga is van az életben. November 15. Nagyszerű. Nagyon szépen köszönöm. Kóros tehát november 15-ét jelölte meg határidőként, hogy addigra kitapossa pártjából egy bocsánatkérést a hajléktalanmentes övezetek miatt, illetve eléri, hogy az MSZP-s vezetésű budapesti önkormányzatok szakítsanak a hajléktalanság kriminalizációjával. Ez nagyszerű vállalás. Ugyanakkor valószínűtlenül nagy falat egy olyan pártnak, aki két kormányzati cikluson keresztül az ellenkező irányba haladt. És valóban, most december elején járunk, ti hallottátok már Molnár Gyulát bocsánatot kérni, vagy Tóth Józsefet politikai korrekciót bejelenteni? Sajnálatos módon mi sem. Pedig ez a magyar társadalom szempontjából fényévekkel fontosabb kérdés, mint az, hogy valódiak-e a DK-val kötendő egyezmény részletei, vagy sem. Bár a határidő most már pár hete lejárt, még mindig nem késő. Hajrá, MSZP! Meg tudod csinálni! Ellenkező esetben azonban minden szép ígéret üresen kog, és nincs értelme azzal hitegetnünk magunkat, hogy az MSZP-ből valaha is tisztességes baloldali párt válhat. Vagy mégis? Vagy nem? Vagy mégis? Vagy nem? Vagy mégis? Vagy nem? Erre a hétre ez volt a Feles. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk újra. Addig is legyetek média cézárok, mert az értesülésekkel ellentétben sajnos nem ülök több 10 milliós pénzhalmakon, sőt. Inkább fektessetek be a Slime-be a patreon.com/slimeshow oldalon, léci. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket Facebookon, Tumblr-en és Instagramon, vagy kérdezzetek tőlünk Ask FM-en. Köszi a figyelmet, szevasztok!